Elima Ola from New York City. We have a lot to talk about tonight, about many, many things, and we'll come here. So, on the other side, Mike Schur from New York City. There are two refugees in the band, ladies and gentlemen, the fabulous one and only, Richard Bona! Most már 49 éve járom a világot, úgyhogy csatangolnék ide-oda, azért csak Berlinbe is eljutottunk egy párszor, és a leghíresebb, legjobb német jazzzenész, hölgyeim és uraim, Berlinből, a fabulous Till Brönner! Igyekeztünk, de ezt, amit ő összehozott, azt egyikünknek sem meg sem tudtuk idáig közelíteni, mert neki 13 Grammy-je van, hölgyeim és uraim, a New York-i ikonikus legenda a trombitán, Randy Brecker! Most belecsapnánk abba, amiben tulajdonképpen a zenészeknek csak akkor idég belecsapni, hogyha nagyon bíznak a közönségben. És új dalokat fogunk nektek játszani, mert nem egy nosztalgia banda vagyunk, meg nem is retro, hanem mi azzal foglalkozunk, ami a ti, meg a mi jövőnk. És hogy jutunk ki ebből az egészből, amiben az egész világ belekerült. És a legelső lépés az, hogy a Devil's Psychopédia, az azt jelenti, hogy az ördögnek a enciklopédiája, ugyanis a közösségi média, ahol mindenki minden hülyeséget beleírhat, az megmérgezte a világot. Ugyanis most már nem az a barát, aki esetleg más véleményem van, és akkor leülünk, sörözünk, kávézunk, hanem... Hát úgy érzem, hogy értitek, érzitek a nótát, hogy elénekeljük nektek, ugyanis neki mentünk egy olyan dolognak, aminek manapság nem mindenütt a világon illik. Egy békedalt írtunk, és időközben most már azt hívják a be nem vehető bánvány az amerikai kritikusok, a zenekritikusoknak, hogy az év albuma lett, a Memory of a Future, és itt az első nóta róla a We Stay Loud után, Devil's Psychopedia! Yeah.
come for people like us.